Jó reggelt mindenkinek! Egy különleges leckén veszünk részt. A leckének a témája, a cselekedeteink keresztül ismerünk téged meg, uram. Ez egy nagyon széles téma, mondja Rav, amit minden helyzetben és minden helyzetre rá lehet húzni. Mivel ahogy mi neveljük a gyerekeinket, mindenféle példákat mutatva nekik, hogy megmutassuk nekik, hogy merre kell haladniuk, és hogy jobbak legyenek, mint mi. Tehát ennek megfelelően építünk be egy környezetet nekik, játékokat, mindenféle fajta. Helyzetben tanítjuk őket. Tehát ők így nőnek föl. Tehát egy gyerek, a fiúnak azt adjuk, ami a kisfiúnak alkalmas. Tehát mindenkit a saját karakterének legjobban megfelelő módon csináljuk ezt. Nyilván, hogy mindenkit a saját útja, módja szerint tudjunk tanítani, ez nagyon lényeges. Tehát így a zenét, a sportot, rajzolást, stb. Kiválasztjuk az ő számára, ami megfelelő a gyerek természetének, hogy a legtöbbet fejlődjön, ami csak lehetséges, az általános tudás felett természetesen, amit mindenkinek meg kell kapnia. Ezt próbáljuk meg minden esetben a gyerek érdekében megtenni. Nyilván azonban a nevelés és az oktatás is különböző tárgyak mentén zajlik, és generációról generációra ezt így csináljuk. De mi van a gyerek oldaláról? A gyerek oldaláról azt várjuk el, hogy foglalkozzon ezzel, hogy érdekelje őt, hogy figyelmet tudjon fordítani, mindenre is akarjon előre haladni. Nyilván ez a következő generációnak, a leszármazottainknak a vonatkozásában értelmezhető, és elvárásokat teszünk az irányába. De honnan származik mindez? A teremtővel, a viszonyunkból, ahol minden teremtmény az ő gyermeke, és ennek eredményeképpen meg tudjuk érteni, hogy mit akar tőlünk, és mit akarhatunk mi tőle. És hiszen a teremtő azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő, vagy még talán jobbak. Én most komoly vagyok ebben, mondja Rav, tehát ő azt várja, hogy olyanok legyünk, mint ő, vagy jobbak, mint ő. Tehát, hogy a gyereknek adunk egy vágyat, hogy a szüleinél is többre vigye, mert ez bennünket hatalmas belső örömmel és büszkeséggel töltene el. És hogy elvárjuk a gyerekeinktől, hogy tegyenek erőfeszítést, miközben mindenféle eszközzel és játékkal foglalkoznak, amivel mi nevelni szeretnénk őket. Tehát, hogy érdekelj őket, legyenek következetesek, mert azt akarjuk, hogy
És a teremtő valószínűleg ugyanezt a dolgot akarja elvárni tőlünk. De a teremtő egy sokkal komplikáltabb módon teszi ezt, mert sokkal komplikáltabb dologra képes. A zserekedetből ismerünk meg téged, Uram. Ez történik ezzel az esetben, amit elmondtuk, hogy valami el van rejtve, és abban a mértékben, hogy el van rejtve, tudunk hasonlóvá válni, amit keressük őt az elrejtett dolog mögött, és akkor sikeresek leszünk abban a mértékben, amennyire fel tudjuk tárni akkor a teremtőt vele való viszonyunkban. És eljuthatunk oda, hogy megismerjük őt. És olyan is váltunk, mint ő. Valójában ezzel megszerezzük. Tehát egyrészt hasonlóan valunk hozzá, ami történik, hogy mi határozzuk meg a szinteket, az előrehaladásokat, a kapcsolatokat, ezek mind meg vannak adva nekünk. Építenünk kell ezt a kapcsolatot. És a mi generációnk is abban a helyzetben, hogy minden generációnál erőteljesebben fog, még sikeresebben fog előrehaladni. Tehát ez az, amit tennünk kell, semmi más nincs ebben. És ez egy egészen folyamatosan fennálló téma, egészen addig, amíg valóban olyan nem válunk, mint ő. Hármas idézet. Bala Szolám írásaiból. A bevezetés a kabala bölcseletébe. A teremtőben nincsen érzékelés egyáltalán abban az értelemben, hogy az emberben valóban a cselekedetei azok közvetlenül érzékeltek az ő számára, hiszen az ő vágya kizárólag az adakozás, mivel ő teremtett mindent, és annak érdekében, hogy fénnyel lássa a teremtményeit. Ezért az adakozás az a felénk való bőségben nyilvánul meg. Ilyen módon a lelkek éppen ellentétes formában vannak vele, mivel ő tiszta adakozás, és nincs benne megszerzés egyáltalán. Miközben a lelkekbe a kapni akarás van a mélységébe belenyomtatva, és ahogy ezt már megállapítottuk, nincs nagyobb ellentétesség formaeltérésben ennél. Ebből következik, hogyha a lélek kapni akarás marad, örökre el is lenne szeparálva a teremtőtől, és ezzel megérthetjük, hogy mi van írva, hogy a világok teremtésének a célja az az volt, hogy minden erőjét és cselekedetét a teremtőnek mi fejezzük be, és hogyha nem hagyjuk végül az ő cselekedeteit aktuális tényként, akkor nem lehetne teljesen tekintve a mi oldalunkról. Ez pedig zavarónak látszik, hogyan lehet tökéletes cselekedett egy tökéletes teremtőtől, aminek, és hogy lehetne szüksége korrekcióra értelemben. Hogy magyarázhatnánk el ezt? Tehát látunk, hogy a teremtésnek a célja, az kizárólag a kapni akarás egyfelől. Ez nagy hiányt tartalmaz, mivel ellentétes formájú, mert ez elszeparálja a teremtőtől őt. Másfelől pedig az egész előrehaladás és létezés, az létezés a semmiből, amit a teremtő teremtett, hogy megszerezzen tőle azt, amit meg volt tervezve, hogy ő adakozik a teremtés felé. Mégis, ha ez elmarad, szeparálva marad a kiárasztótól, akkor látszik, a kiárasztó lesz tökéletlen. Tehát a végén egy tökéletes működtetőnek egy tökéletes működtetettet kell előállítania, és ebből kifolyólag ő megszorította a saját fényét, megteremtette a világokat,
Megszorításról megszorításra leereszkedett minden ebbe a világba, beöltözött a lelkekbe és a fizikai testbe, és a Tóra és a parancsolatok gyakorlati végrehajtásán keresztül, és ilyen módon a formaegyezésre léptek egymással ezek az erők, a teremtő és a teremtmény, hogy a teremtmény képes legyen minden öröm és bőség megszerzésére, ami bele van foglaltatva a teremtés gondolatába, és tökéletes dvekúta tudja lépni vele, formaegyezéssel együtt. Tehát nekünk el kell fogadnunk ezt a végső formát a teremtővel, hogy elérjük őt egy olyan módon, vagy teljességben, vagy kevésbé teljességben, hogy elérjük azt a szintet, hogy a cselekedet által megismerjünk téged, Uram. Azaz, hogy valóban őt ismerjük meg. Tehát nem csak, hogy egy elérésben vagyok, hanem azt is tudnom fogom, hogy kiteremtett engem, és az összes cselekedetét, ami felém irányul, azt is értelmezni tudom, amit ő tett, miért tette, és mindezekből, ahogy haladok előre, mindezekből az információkból, és mindezekből a dolgokból, amivel bele van foglalva az én elérésem, az általános belső elérést fogjuk úgy hívni, hogy a teremtő megismerése. Ez, ami magában foglal mindenféle különböző cselekedeteket, működtetést, balt, jobbat, alul, felül, a teremtés kezdetétől a teremtés végéig, az általános kapcsolat, ami valóban minden különböző állapotot magába foglal, és ezek kiegészítik egymást, és ez a kiegészítés a, tulajdonképpen a végső tökéletes állapot felé hajaz, tehát a fény és a fénynek az előnyére a sötétség felett. Tehát a teremtő valóban megteremtette az edényt, és korrigálta az edényt, és kitöltött fénnyel. Amire szükségünk van ezek az állapotokban, hogy valóban megszerezzük tőle a cselekedeteit, és részt vegyünk mindebben. A mi részvételünk, az, amit imának hívunk, tehát, hogy az elején is mondtuk, ami viszonyunk a teremtővel, az mindenképpen a magasabb szintre irányul, a magasabb erőre. És minden, amit csinálunk, az elejétől a végéig valóban azért csináljuk, hogy felé tudjunk fordulni, és egy magasabb szintre tudjunk emelkedni. Világos? Az. Rendben van, mondjuk. Ha ez a helyzet... Na, folytassuk. קטע מספר 2 מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות חלק ג' אור פנימי פרק א' עוד קטע שזה בעל הסולם תלמוד 10 ספירות תלמוד 3
Itt óprilé belső fény. A hitlapsút az elrejtést is jelent, mert ez azért történik meg, mert az embernek a vágya, hogy a korrekció nélkül, az elrejtésen keresztül nem tárulhat föl neki a tökéletes, ezért az elrejti magát az ember előtt. Az ilyenfajta tikun az mindig malbus vagy levus ráöltözés. Ilyen módon a levus az két dologra használható, elrejtésre és feltárulásra. Ez pedig ugyanez, mint a mi anyagunkban, tehát lehetetlen elérni a fényt az alsó számára az edény nélkül. Ezért a fény az edénybe beöltözik, hogy az alsó ezen keresztül eléri a fényt, és akkor az edény, ez egy belső ráöltözés jelent, és így lehet közelről megvizsgálni. A teremtő és az ő lényege nem érzékelhető a teremtmény által, mi nem tudjuk a felső fényt megragadni, amit mi a cselekedeteit tudjuk elérni a fénynek, amit a teremtményben megnyilvánít, de ez igaz egyébként a fizikai világra is. Mi nem tudjuk semmilyen erőt föltárni, amilyen az az erő önmagában, hanem a cselekedeteit tudjuk megragadni bármilyen erőnek. Ugye mert erőnek a mezeiben élünk, különböző szinten, és ilyen módon működtet bennünket, és mindig a cselekedetből is meg az erőt. Az erő önmagában az elérhetetlen, az maga a teremtő. Tehát nézzük meg a gravitációt, a fizikai erőket, a kémiát, az atomi erőket. Az erők önmagában elrejtett világról szólnak. A feltárulás az anyagban való megnyilvánulásokban ragadható meg. Tehát ha látok valamilyen erőt az anyagban, ami éppen cselekedetik, akkor az elrejtett erőnek az anyagban való működése alapján elnevezzük ezt az erőt, de igazából nekünk nincsen elérésünk, felfogásunk az erőről magáról. Tehát az összes erő, ami megnyilvánul, az a teremtőhöz tartozik. És az anyag is oda tartozik, ugyanezt történik a spirituális világban. Tehát vannak rejtett erők, és vannak olyanok, amik nincsenek feltárva, de nyilvánvalóan ezek az adakozás is nem a megszerzésnek az erői, és ezért nekünk ezt egy különleges módon kell föltárni, hogyan megszerzünk a képességet az adakozásra, önmagára, és akkor azt is felfedeznénk, hogy az adakozás milyen fajta anyagban működik, tehát mi is valamifajta vágyat stabilizálunk az adakozásra. Látszólag ez, mintha tőlünk áramlana ki, az adakozás szándékával, ami nyilván a megszerzési vágyainkban adakozási formát felvevő vágyakra vonatkozik, és ilyen módon feltárjuk magát az erőt, aminek a működését, ami megnyilvánul a mélységben, és ezt hívjuk teremtőnek. Tehát valóban ez egy hatalmas különbség a világ és a spirituális világ között, hogy mindig egy különleges jelenséget tudunk megragadni, ez egy újabb jelenséget, ez pedig kifejezetten a köztünk az anyag és a működtető, az anyagban megnyilvánuló erő közötti megnyilvános is feltárja számunkra, és ilyen módon mondhatjuk a következőt.
Tehát egyszer van az anyagban lévő erő, ami különböző működtetett módon nyilvánul meg az anyagban. Tehát mi nem tudjuk az erőt önmagát. Tehát azt látjuk, amit az anyagban okoz, ezt hívjuk úgy a cselekedetből ismerni, mert téged, Uram. Hogyan tudhatjuk őt megismerni? A megnyilvánulása által. Tehát mi nem tudjuk a cselekedeteken túl semmit. Tehát mi nekünk a teremtő cselekedet kell látnunk, azt kell megértenünk. Magunkat is tulajdonképpen azt jelenti, értjük meg, hogy bennünk mi történik. A teremtőt is így kell felfedeznünk. Tehát nekünk így kell megragadnunk a spiritualitást. Tehát a gyere és láss. Tehát belép az anyagunkba, látjuk a változásokat általa bennünk, és akkor azt mondjuk, hogy csak azért, mert ebben a vágyban így nyilvánul meg egy ilyen rejtett erő, ennek az erőnek a tanulmánya. איזה עבודה, איזה פעולה, איזה כוונה יש לכוח הזה שנקרא בורא, שכך פועל. אם אני מגלה מצב א' ואחר כך מצב ב', שהרצון לקבל שלי עבר, אז שינוי הזה נעשה על ידי הבורא, כוח הנסתר. ואז לפי השינויים האלה בחומר, אני יכול... לאט לאט כך להכיר אופי של הנסתר הזה. מה הוא רוצה, בשביל מה הוא עושה וכן הלאה. אם אנשים רוצים לגלות למה יש להם כל מיני שינויים, ועושים מזה איזה שיטה איך לחיות יותר טוב, איך להגיע למטרה המחויבת, מה הם צריכים לעשות, איך להיכנס במגע עם הכוח העליון הזה שמתגלה בהם בצורה כזאת, אז הם לומדים את היחס שלהם עם אותו הכוח העליון שפועל עליהם, זה נקרא חוכמת הקבלה. אם לא לומדים את היחסים לכוח הפועל בנפעל, אז... נמצאים מה שנקרא במסגרת העולם הזה. מה זאת אומרת? שחיים ללא להשיג כוונת הכוח הפועל בנפעל. וגם כך, גם כך, ודאי שהם נמצאים כחומר ביד היוצר. אבל ודאי שהרצוי, גם מצד הבורא וגם מצד הנברא, להשיג את התוכנית שלו ופעולות שלו עלינו, לדעת איך נכון להגיב. על ידי זה שאנחנו ממעשיך הכרנוך, אנחנו מעלים את עצמנו לדרגת הבורא. ואז נעשה זה לפי הרצון טוב של הבורא ורצון טוב של הנברא. שהרצונות האלה שמתחבים נקראים דרגות הדבקות. אז יוצא כך, שאנחנו בפעולות שלנו משתדלים, אם אנחנו רוצים, משתדלים להגיע להיות לבוש לכוח העליון, ושאנחנו במכוון עושים את עצמנו כאלו שהוא יתלבש בנו ויפעל בנו לפי ההזמנה שלנו, לפי רצון שלנו, זה נקרא להטמן, כן? ואז אנחנו קובעים כל הפעולות וכל העתיד שלנו. וזה בעצם מה שרוצה ההורה העליון מהילדים שלו. יש כאן עוד הרבה דברים, אבל בינתיים. שאלות קודם מניו יורק. בבקשה, ניו יורק. אוקיי.
First of all, we have a lot of questions, so we grouped a few of the questions together. For now, we have two questions. Here's question one. If he does everything, by which actions specifically do we know him? How can we recognize the Creator in the actions that we perceive as negative? What is our work on this? Bore be'emet oseh hakol. Rak chelek mipu'ulot shelo. Hu oseh mitokh zeh she'echrach la'asot et zeh. Chayav, mukhrach, lefi ha'tokhnit shelo. וחלק מהפעולות, אם אנחנו מקדימים אותו ומעלים מן, אז פעולות האלה הן מתקיימות בהשתתפות שלנו, בהשגה, בהבנה, בהכרה, וזה הבדל גדול כלפינו. כי סך הכל, זה בעצם הדבר היחידי שאנחנו יכולים להוסיף בבריאה. התעוררות, הסכמה, יש כאן הכנעה, יש הרבה דרגות כאן בדרך, אבל בסך הכל פעולות הן אותן הפעולות, הבורא פועל ואין כאן שום הבדל בין אנחנו מבקשים או לא מבקשים, רק בכל זאת הבקשה שלנו על ההתאמן, השתתפות, שאנחנו רוצים כל פעם לפצח את השלב הבא, לגלות אותו, להתקלל בו, לרצות אותו, להבין אותו מראש, לגלות מה באמת רצון של עליון, מה רצוי בעיניו, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו עוד לפני שהוא מגיע לפעולה, אנחנו מקדמים את הפעולה הזאת בזה שמקדמים אותה על ידי הבקשה שלנו. אז ודאי שבזה אנחנו עושים לו נחת רוח, כי אנחנו בזה מצדיקים את הבריאה, ואז נקראים צדיקים, והבורא נקרא צדיק, שאנחנו אומרים שהוא צדיק, שאנחנו מצדיקים אותו, ובזה אנחנו מקדמים את עצמנו, וכל ה... דרך שלנו היא מהירה וטובה, נעימה. אבל פעולות הן תמיד פעולות מלמעלה. אין דבר כזה שאנחנו עושים משהו חוץ מהבקשה. שתבוא הפעולה הזאת וזאת 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 לפני שהן באות ממטה. בזה אנחנו מכינים לבוש לאותה הפעולה, וכשהיא באה לפי ההזמנה שלנו, אז זה ממש נקרא שאנחנו עשינו את הפעולה במקום הבורא, שהוא התחיל את הבריאה ואנחנו גומרים את הבריאה. ובזה אנחנו גם כן כשמקבלים את ההתגלות כל פעם מצב, של מצב החדש לפי ההזמנה שלנו, לפי האמן שלנו, אז אנחנו מלבישים את המצב כשהוא בא בכוחות שלנו, ואז ממש גם רצון שלנו שזה יתבצע, גם הפעולה עצמה שהיא נעשית, זה הכל נרשם לחשבון שלנו. כביכול שאנחנו מקבלים הכל מלמעלה, אבל תמיד אנחנו הולכים חצי צעד מהבורא, לפני הבורא. זה כמו שהילד קטן לוקח את הגדול ביד ומושך אותו לאיזה כיוון שהוא רוצה, ככה אומר לו בוא לשם. אז בעצם הגדול הוא מבצע, אבל בעצם הביצוע רשום על חשבון הקטן, שהוא רצה את זה. תכנן, עשה, ביקש, דרש, יש בזה הרבה צורות היחסים שמתגלים. כן, ניו יורק? So, how does the
Sorry. How does the creator, how does knowing the creator through his action change according to the different degrees? לכן אנחנו קוראים כל פעם מדרגות בשמות שונים, ובאמת כל פעם זה צורה שונה, התמזגות שונה בין, בין הנברא לבורא, בצורת הבירור של הכלים השבורים, ובהתחברות שלהם, וכמה שעולים למעלה, עולים על ידי זה שמצרפים מלמטה כלים הנוספים, וצריכים למטה להיות ביותר התרחבות של הכלים כדי להגיע למדרגה למעלה, ככה זה כמו בפירמידה שבונים אותה מלמטה כל פעם שמוסיפים הדרגות הנמוכות שהם מתאספים לפי הכמות, ואז הדרגות הגבוהות הם עולים לפי האיכות. לכן ההבדל בין הדרגות הוא הבדל מאוד מיוחד, מהותי וכמותי. זה הכל מדובר בספרי הקבלה. זה אפשר להסביר כמו בתורה, כמו בכל היתר ספרים הקדושים, משנה, גמרא, בחומת הקבלה עצמה, בספרי הקבלה, ששם זה בצורה הכי מדויקת, הכוללת את הכל, היתר השפות. כך גם כן ישנם סגנונות שמסבירים את זה מצד האורות ומצד הכלים יותר. בעל שם כותב על זה. על ישנם הרבה גישות איך לגלות את סך הכל העבודה שלנו באיזו צורה שיהיה. כל חומת הקבלה מדברת רק על זה, איך אנחנו מפעילים את הכוח העליון ומגלים אותו, מפעילים אותו ומה להגיד, אנחנו נעשים בזה מתכנתים ומבצעים ומקבלים את העבודה ובונים את הבורא. אנחנו כמו בפאזל בונים אותו, עושים אותו, אוספים אותו, כי סך הכל הכלי של הנשמה שלנו עם אור של הנשמה שהם פועלים יחד, הם בסך הכל כלי ואור יחד, הם נותנים לנו שם ההוויה הכללית, השלמה, הוויה השלמה אנחנו מקבלים, שזה שם השם. ואנחנו משתתפים בזה, ואנחנו עושים בזה, זה גם שלנו וגם בורא. ויהיה השם השם עליך. כך זה. כן, ניו יורק. Rav, what does it mean to know Creator from his action in the ten, in the connection within the ten? החיוב להיות בעשירייה, עשר ולא תשע ועשר ולא 11, מפני שזו הצורה הכי נכונה, בעצם היחידה, כמו שאנחנו קוראים, כן? שלא יותר ולא פחות, אלא בזמן ההכנה אנחנו יכולים להיות בכל מיני צורות, אמת. אבל כשאנחנו מתקרבים באמת, באמת ליישום, רצוי שבאמת, כמו שרבש כותב, רצוי שיהיו עשרה. אז שאנחנו נמצאים בעשירייה, אנחנו נראה אחר כך שכך אנחנו בנויים. אז כמו שאדם לא ירגיש שחסר לו אצבע שישית על כף ידו, כך הוא לא ירגיש שיהיו לו ארבע, שלא ירגיש בזה חוסר.
בכל זאת יהיה חסר. זאת אומרת, לא ארבע ולא שש, אלה חמישה אצבעות. למה? כי כך אנחנו כולנו בנויים, גם במוח שלנו, גם בשפה שלנו, גם בכל דבר. זאת אומרת, עשר זאת הצורה שהיא קיימת. Teljes így. Ezért a tízes kör az minden szintünkön megfelelően működik, a valóságérzékünk is hozzá van ehhez igazítva. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy ez nem ok nélkül nagyon magas helyről származó módon van így kialakítva, hogy a tízes körben valóban tizen kell lennünk, ez a közöttünk lévő viszonyokban megfelel ugyanúgy, mint a kezünkön lévő ujjak számában, vagy a lábunkon lévő ujjak számának. Tehát a teremtővel való viszonyunk, a felsővel való viszonyunk is erre épül. Tehát így lehet, így haladunk előre. És hogyha tartjuk az utat, hogy ezeket az analógiákat megértjük a tízesek között, akkor valóban erről is jutunk meg is vagyok a teremtőt. Tehát mi lenne, ha 8 lenne? Ugye látszólag nem fontos, de majd elfogja a pillanat, amikor megértjük, hogy ez mindent felülírja a fontosságú. Kérdés. Mi a munka valójában itt, hogy a cselekedetben ismerjük meg téged, Uram, itt a tízesbe? Azt, hogy a cselekedetben ismerjük meg téged a tízes körben, ez azt jelenti, hogy megkísérhetjük a következő állapotnak a hiányát megragadni. Ez egy személyes is, és általános is. Nyilván személyesen nehéz, mert nem tudjuk, mi a következő állapot, hiszen mi az állapot mindig akkor fedezünk fel, amikor fölötte vagyunk már. Tehát mindig az elrejtésből, sötétségből fedezünk fel az előző állapotnak az erejét. Az általános állapot feltárolása viszont lehetséges. Ez a kölcsönös adokozásra lehetséges, egyébként egy szívvel belefoglaltatva egymásba. Ugye, amikor a nullát egyesre fordítjuk az egyes nullában, hogy tanultuk, hogy hogyan vagyok lenullázódva a barátok előtt, hogyan érjük el a formaegyezést, hogy beleolvadunk egy minőségbe, a másik kilencet hogyan élem meg, stb. Ez a mi munkánk. Tehát mi benne vagyunk a cselekedetben, az irányultságban, és tehát ez nem úgy működik, hogy ma megpróbálunk egy embereket egyszerűen összeolvadni, mert akkor mindenféle hülyeséggel fogunk szembesülni. Vagy ma megpróbálunk kérni a teremtőtől, hogy tegye bennünket egy emberi egy szívvel. Ha így közelítjük meg, ez közelebb jut a valósághoz, mivel a Tóra, a fény és Izrael egy, tehát nyilvánvalóan, hogyha mi nem akarunk változást, ha nem követeljük a változást, akkor valóban nem jutunk semmire, mert egyedül nem jutunk elérni semmit magunkban. Tehát neki nagyon sok dolgot kell ebben a világban meghallani és megtenni a barátok között, fizikailag is annak érdekében, hogy hozzá tudjunk fordulni, a teremtőhöz tudjunk fordulni. Ez elkerülhetetlen, mert különben nem jutunk sehova. Tehát, hogyha megállunk középen, akkor ez egy hatalmas hiba, egy óriási bűn. Ez bűn. A cselekedet is meg téged, Uram, ez olyan, mint amikor egy asztalos csinál egy asztalt, amikor ránéz az asztalra, akkor érti meg az ember az asztalosnak a működtető elmét. Na de hogy működne a cselekedetből való megismerés? Tehát itt ülsz a mi világunkban. Lo subjektíviot.
objektívi, hogy mi az objektív szám, vagy szem, bocsánat. Tehát, hogy mondjuk egy szakértő néz egy adott dologra, hogy ne a hangulata befolyásolja, vagy az egyéb személyiség jegyei, hanem mint egy igazi bíró. Tehát, hogyha én rátekintek egy, a cselekedet végeredményre ezen a módon, akkor ez rendben van. Tehát nekem olyan módon kell ránézni erre, hogy lássam, milyen változásokat okozott az anyagban ennek az erőnek a megnyilvánulása, tehát 1-es, 2-es, 3-as állapotok. Ha felismerem ezeket, a változásokat, a saját erőm által, a saját lehetőségem által, tehát hogy mi történik bennem, és mit okozott a teremtő cselekedete, ugye, mert tulajdonképpen én vagyok a tárgya, akkor tudom megítélni, amikor a saját kapnyakarásom felül ítélem ezt meg, a saját magamban történő változások felől. Az, hogy én hogyan látom a teremtőnek a cselekedetét, és az állapotok közötti változás is a teremtőtől származik, tehát az, hogy mi a jó nekem, és mi a helyes nekem. Tehát hogyan mondhatom, hogy a cselekedet helyes volt-e? Tehát nyilvánvalóan minden hibát a saját problémának megfelelően látok, a saját hibának megfelelően. Tehát, hogyha én bizonyos dolgokban rosszul látok, akkor nyilván a teremtőt is, a cselekedet is így fogom megítélni. Tehát ezért a kabbalabocsosság a következőt mondja. Mielőtt neked megtörtént volna a megszorításod, ugye fölemelkedsz az egód fölé, és ugye akkor nem látsz. És ebből a szempontból így lehet eljönni a spőtes edény, mert a spőtes edény az mindenképpen az ego felett van. Viszont nem használtad a látásodat, ugye? Oké, na de én tudom, hogy el kell érnem az erőt, tehát... Na de honnan tudod, hogy elérted-e, vagy nem? Mert megértem, nem? Az erőműködését. Na de honnan tudod, hogy jól érted-e? Tehát és hogyha amit értesz, az rossz. De mit jelent az, hogy rossz? Tehát mitől függ az, amit érzékelek? Hát te határozol meg mindent, akkor te vagy rossz, te csinálsz hibát, tehát te mész rossz hiányba. Oké, na de az én célom például, hogy akarok írni könyvet, az még rosszabb. Mert akkor még másokat is rosszul fogsz érezni. Nem. Én azt mondom, hogy én valóban megfogok néhány könyvet, összerakom őket, és innen onnan amúgy kiírok belőlük. Összeszerkeztem egybe ezt a könyvet. Én most nem értek egy szót sem, hogy mit magyarázol, Gilad? Moti? Az a Motinak. Rav, ön azt mondta, hogy egyetlen cselekedet sem tudunk végrehajtani. Annélkül, hogy ne kérnénk a teremtőtől. Ez a kapcsolatnak a cselekedete. Mi egy meghatározott ideig tudunk cselekedeteket végrehajtani. Oké, na de a kapcsolati cselekedetekben kérni kell a teremtőt? Nem. Ez nem jó, amit mondasz. Na figyelek, mondja Mutimor. A mi részünkről a mannemelésen kívül nincs más cselekedet. Minden a teremtőtől jön. Nem értem. Tehát, hogyha mi csinálunk valamit, látszólag összekapcsolódunk, csinálunk egy eset, vagy terjesztünk, és akkor még nem kértem a teremtőt, de meg kell tenned? Ott is meg kell tenned. De mondjuk megtetted, oké? Azt gondoltad, hogy megtetted, oké, na de akkor hol volt az ima? Vagy nem volt ima? Hát ez, amit neked magadat kell erre fordítanod, és oké, na ez a legrosszabb dolog, nem? Hát az a helyzettől függ, hogy ez rossz vagy jó. Tehát mindenki ezen a módon kezdi egyébként. Tehát egész az életünk végéig így cselekszik egy csomó ember.
Hát ez az emberi lény. Oké. Okay. De szeretném a fontosságát kifejezni ennek, hogy minden cselekedet, ami a kapcsolatra irányul, tehát amikor mi ezt végig akarok hajtani egymás között, akkor helyes, hogyha kérjük azt a teremtőtől? Nem. Nekünk őt kell kérnünk a munkára, mert csak ő tudja elérni ezt. Mi nem tudunk semmit, amit mi tudunk tenni. Amikor én egy fontos letkérünk, a nagy Rav elmagyarázza kicsi Motinak valamit, ez nem én vagyok, meg nem te, hanem a teremtő cselekszik itt. Egyetlen vágyat összekapcsol egy másik vágyal, mind a kettőnek ad egy szerepet, és közötte egy kapcsolatot hoz létre, és ezen a kapcsolaton keresztül mind a kettő, én is, meg te is értelmezzük magunkat, ugye a fizikai síkon is, és a spirituális síkon is, és a végén összekapcsolódunk a spirituális módon, beleolvadva a vágya a másik vágyba, és ilyen módon megismerjük a teremtő cselekedetét. De most is a teremtő cselekszik, nem értem. Tehát amit teszünk, az, hogy meg kell találnunk a teremtő cselekvését. Így van, mi a cselekedetben ismerjük meg téged. Így van, magyarabb. Tehát neked nincs másod, mint az Ádámot megteremtő erővel való minimális kapcsolatot, és ilyen módon senki nem csinál semmit, csak a teremtő. Nincs más rajta kívül. Hogy valóban ez az Eino Milvado. Tehát, hogy igazából felfedezzük, hogy jó és jó cselekvő, ez egy abszolút cél kell, ami számunkra, hogy legyen. Még most is, természetesen. Mit jelent az, hogy előhátról-hátról eltél, Uram? Hogy ne gondold, hogy képes vagy elmozdítani bármit önmagad felől. Tehát nyilvánvalóan minden a teremtőnek a cselekedete és a munkája. De hogy egyszeri elrejtés van, vagy kettős, egyszeres feltárás, vagy kettős, ez egy másik kérdés. Tehát minden el van rejtve egyfelől. Oké, na de hogyan érezhetjük azt, hogy előre feladunk egy pont fele, ahol valóban érezzük, hogy az egész valóságot ő aktiválja. Tehát mit érezzünk ilyen módon? Hogy hogyan építek én ki egy érzékelés a teremtő feltárulására. A teremtő az tiszta cselekedet. Tehát ahogy felfedezem az elektromosságot, az elektromosság működésében, ahogy a működtető erő megjelenik az anyagban, egy elektromos vezetékben, és akkor felfedezem, hogy az elektromosság folyik ebben, tehát az elektromosságot önmagát nem fedezem fel, az eredményét fedezem fel az ő működésének az anyagban. Tehát mint a mágnes például. Onnantól, hogy van itt mágneses mező, ránézek, és akkor látom, hogy ott van, nem. Fölemeli a vasdarabot, és akkor ezen keresztül felfedezem. A cselekedet által ismerünk meg téged. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az, amit nekünk tennünk kell. Tehát egy olyan állapot felé haladunk, ahol tudom, hogy a teremtő cselekszik felettünk, tehát meg akarjuk határozni a teremtő, hogyan dolgozik rajtunk. Ezáltal pedig szeretném látni, hogy a teremtő hogy mozgatja a kezemet, a fejemet, az egész rendszert, ami engem működtet. Ezt olyan mértékben fogom megérteni, hogy ezt vele is az ő működésén keresztül tapasztalom meg, tehát felfedezem én, hogy én semmi más nem vagyunk, mint egy bábú, amiben benne van a az ő keze, és az mozgat engem. Ez a teremtő kezének nevezzük. Na, de ez a feltárulás előtt is megvan. Nem. Ez a feltárulás. Nem megelőzően. De a feltárulásban, illetve a feltárulás csak úgy tudom végrehajtani azzal a feltétellel, hogy én egyetértek. A működtető kézzel. Tehát a spirituálisban nincsen kényszer. Tehát én nem akarom ezeket az erőket befolyásolni semmilyen módon, hanem ha én fel akarom fedezni az ő kezét, amely működteti a babát, ahhoz nekünk először egyet kell értenünk, hogy ő működtet.
A tízes körben lenulázom magam, belefogadtam magam a többiekbe, és készen állok arra, hogy szembesüljek ezzel a ténnyel. Én ezt erősen ajánlom, hogy gondoljátok végig, Motimor. Tehát az, ez az egész folyamat az egy fejlődő folyamat. Hát hogyne? Ez egy fejlődő folyamat, de szükségszerű. A teremtő feltárása az, hogy amiért fogod feltárni a teremtőt, amennyire egyetértesz azzal, hogy lolisma, lisma, az egyetemértésből eljutsz mindenféle hibákon keresztül a parancsolatok megértéséhez. Ez a mi útunk. Jó reggelt, Rav. Tehát a magyarázatának megfelelően a man emelése az az egyetlen cselekedet, amit az ember megtesz. De ez nem is egy cselekedet, hanem egyfajta sóvárgás, amit az embernek éreznie kell. Nem. A man emelés természetesen ez a cselekedetnek az oka, de igazából, mert ha nem vágynál, nem tárnád föl. Tehát a man az minden hiányt tartalmaz, amit nekem a kollekció felé fel kell fedeznem, a man az a hiány, ami nem csak meghatározott feltételeket tudok felemelni. A man emelés az egy ilyen csomag, mondja Rav, amivel a teremtő előlépek, valamit kérhetek, valamit nem. Tehát nyilvánvalóan valamivel nem léphetek a teremtő elé. Tehát a kérés az erőt is ad, tehát és csak egy kicsiny részét tudom felemelni a teremtő felé. Ha mant emelek, tehát én a szívem mélyéből fogok kérni. Tehát fel kell fedeznem, hogy a teljesség formájában kell megragadnom ezt az egész problémát, és kell belefoglaltatnom magam a cselekedetébe a teremtőnek. Na, de az igaz, hogy én... Na, de akkor nekem miért kell mégis cselekednem? Nyilvánvalóan együtt ülök a barátaimmal, tanulok a barátaimmal, mindenféle ragyogást kapok a reformáló fényből, amit ezáltal elérünk. Tehát eljutok a hiányhoz, és a hiány eljutott engem a személyes kéréshez, szenvedéseken, fájdalmon keresztül, és akkor eljutok odáig, hogy kérjek. Mert először felfedezem, hogy nem csak semmit. Tehát nekem valóban rá kell jönnöm, hogy a teremtőhöz kell fordulnom, és ezért a sokaság imáját fel kell emelnem. New York. We have a question from Haifa. Haifában van egy kérdésünk. From your actions we shall know you. A cselekedés meg téged, Uram. Tehát ez a teremtő cselekedete, vagy én cselekedetem, amikor majd olyan a teremtő? Mi a rossz kérdés? Nem. A cselekedetem is megmondja téged, Uram. Valóban a teremtő cselekedete rajtunk, és ami által megismerjük őt. De már sokat beszéltünk erről, de nyilván ez a legnehezebb téma, mert a teremtő hajt végre dolgokat. Mi a különbség? Mi a különbség azok között a cselekedetek között, amit ő végrehajt, meg azok között, amit végrehajt, én meg is értem. Mi a különbség? Az én felkészültségem adja a különbséget, mivel annak az edénynek megfelelően, amit én előkészítek, tehát nyilvánvalóan az edényeimben tudom őt felfedezni, ha hol máshol. De egyelőre most ezt engedjük el, mert ez túl széles, nem vagyunk még abban a helyzetben, hogy ezt teljes egészen tudjuk ragadni. Ez egy nagyon nehéz téma. Folytassuk az olvasást. Hol vagyunk?
Bal HaSulamtól olvasunk. A spiritás feltárulás mind az elrejtésben, mind más állapotban az edényből származik, és az edény minőségeiből, és nem függ egyáltalán a felső fénytől, mivel az egy szabály, hogy a felső fényben egyáltalán nincs változás, egészen a tetejétől az asszia mélyéig, tehát a vonalnak a vonal nem válik erőteljesebbé, nem is változik az asszijának a mélyékben semmi a fény vonalában. Tehát a felső fény csak adakozni akar az alsó felé, és ez nem hagyja abba egyetlen másodperc sem, ezért az elrejtésnek és a feltárásnak az összes lényege, hogy minden változás az kizárólag az edény minőségétől függ. Tehát sokszor mondtuk, hogy mi a Malchut Deinsofban vagyunk, az meg lett szorítva. Érdekes, a Malchut Deinsof nőnemű, csak mondom. És az ő megszorítása az egy üres területet eredményezett. Tehát a teremtő kilépett ebből a területből, mi az Deinsof fényét csak a beöltözésnek mértékében fogjuk érzékelni. Ez azt jelenti, hogy a Malchut Deinsof meg lett szorítva, és mi feltörjük a Malchut Deinsofot, mégpedig a végén majd végtelen mértékben, a szándékainak megfelelően. Nyilván mi attól függően, hogy milyen mértékben tudunk szándékot rakni a vágyra, ugye akkor mindig jön egy új szándék, egy új vágy, és így lesz a teljes megint. És a sores alef bet gimel dalet avjútokon, vaskosságokon tesszük ezt meg, az ilyen vaskosságokon működő vágyakon, és akkor így tesszük teljessé a nefes ruha nesem a haja jaida fényeket az edényben, és akkor a fények azok látszólag távoznak, akkor mindig hozzáadunk az ürességben egy újabb réteg kapnakarást, hiszen ott formaizáson van minden, mert üres. Az adakozás is, meg a megszerzés is. A formaizás miatt hozzá tudunk tenni egy újabb réteget, és amikor a teremtő újra felénk fordul, ugye, akkor partnerre válunk, és akkor ezen a módon a formaegyezés okán a fény, amikor megjelenik, akkor már összekapcsolódva az adakozási vágyakkal a megszerzőket, az korrigáltá válik. Tehát annak érdekében, hogy detektáljam, felismerjem a vágy irányultságát, így a vágynak kell egy irányultságot kapni, annak érdekében, hogy felfedezzük a fény beöltözését a vágyban. Tehát ilyen módon kell felfegyvereznünk magunkat ezzel az érzéssel, különben nem fogjuk érteni, hogy mit jelent az adakozás. Ezért a teremtőnek meg kell adnunk az adakozás szándékát a saját oldaláról, és ezt egy ellentétes módon adta nekünk, a megszerzés fölé emelve bennünket, és mi a könnyebbtől a nehezebb edényekig fogjuk felfedezni azt, amivel le tudjuk fedni ezeket a vágyakat. A munka nem olyan bonyolult, tehát felfedezzük, hogy mi megszerző szándékok vagyunk, mindenféle vágyaink vannak, de azok nem jó irányultságúak. De alapvetően a törött rendszer van az órunk előtt, és ez egy nagyszerű dolog, hogy ezt helyrehozhatjuk. Csak arra van szükségünk, hogy megfelelő szándékkal lássuk el a megszerzési vágyat, és akkor a gyűlöletben megtanulhatjuk a szeretetet. A fáraó működésre megtanulhatjuk a teremtőt. Tehát a megszerzési vágy mozgató erőből megtanulhatjuk az adakozási erőt. Ha akarjuk,
akkor a köztünk lévő viszonyban láthatjuk az egoista vágyai működését, és miután mindenki saját hibája alapján ítéli meg a körülötte lévő világot, nyilván, hogyha mi megfelelő módon érzékeljük azt, hogy mi hogyan működik, akkor így tudunk a teremtő felé fordulni a kapnokrás kiterjesztés érdekében. Ez az, amire szükségünk majd meg tudjuk tenni. Tehát a teremtő segít a számunkra, hogy feltáruljon egy vágy, a megszerzési vágy az adakozási szándékkal. Tehát a csoport és mindenféle feltételek, amiket mi építünk ki, így tudjuk megfordítani az adakozási szándékot, illetve a megszerzési szándékot adakozásba, és ezáltal elérjük a formalizés a teremtővel. És ezt minden alkalommal így kell csinálnunk, egész addig, amíg nem korrigálódunk. És ez nem történik meg az összes vágyunk felett. Az Ein Sofig. Ez világos? Csöndesek vagytok? Lehet, hogy én hülyeséget beszélek, nem? Nem? Köszi, magyarok. Tehát név világos? Az, oké. Okay. Na, New York. Kérdés? Rob, I don't know if this is a question for you or for us for a workshop. Én nem tudom, hogy ez önnek jó vagy a workshopra. Tehát a kérdés az, hogy tudjuk azt megtenni, hogy a teremtőt megengedjük, hogy cselekedjen rajtunk keresztül. Hogy tudjuk ezt kikényszeríteni a teremtőtől, vagy... Jó, egyetértek mindegyzel? Az, hogy egyetért csak a teremtő segítővel önmagamban, ahhoz nekem le kell nullázódnom tökéletesen. Tehát akkor kell fel ezt felfedeznem. De azon a szinten, ahol most vagyok, ebben nehéz egyetérteni, de az, erről a szintről le kell nulláznom magam. De még ez nem is elég. Tehát mondjuk a teremtő azt mondja nekem, hogy adok 10.000 dollárt a névnek. Hogy azt mondja nekem, hogy adjak névnek 10.000 dollárt. Ezt mondja a teremtő. Az azt jelenti, hogy lenullázódom? A teremtő felé, mert végrehajtom, mert készen állok erre. Mit jelent az, hogy mindenki lenullázódik a teremtő fele? Ez azt jelenti, tehát, hogy a teremtő parancsodat valamire is végrehajtom, van, hogy tudnám? Megérteném. Hogy jutunk el a valódi lenullázódáshoz? Mit jelent ez? Tehát nyilvánvalóan nekünk még mindig a felkészülést kell folytatnunk. Oké, tehát a kérdést ezt most átugortuk, mondanak. Tehát akkor én kérdezek, mondjanak. Akkor lesz egy workshop. Mit jelent az, hogy készen állunk az ubár, az embrió állapotra? Csak egy embrióról beszélünk. Ez az útnak az eleje. Mit jelent az, hogy készen állunk? Az ubár állapotra. Na, beszéljünk erről. Liot mukhan lematzav shel ubar. Tehát az ubár állapot, hogyan állunk erre készen is, vagy lesz a kérdés, Rab mondta, hogy a legegyszerűbb állapot, ugyanakkor a legbonyolultabb is, hogy én 100%-kal egyetértsek a 10-es körben való lenullázódása, hogy úgy fogadjanak el benneteket, hogy ti lesztek az érosom. Tehát nincs időnk, tehát mindenki egy mondatot mondjam. Pontosan ez a mi helyzetünk, állapotunk, meg kell próbálnunk felfedezni, hogy milyen vagyunk összekapcsolva.
és olyan tudunk fölemelkedni a csoport középpontjában a saját testünknek. De azt jelenti, hogy hogy kell fogadni az összes gondozást, erőt a csoport középpontjából. Mert minden csak ebben létezik, itt kell lenullázódnunk, és így fogjuk ezt megszerezni. A teljes lenullázódás tízes kör előtt, és annak a tudása, hogy a teremtő ilyen módon dolgozik rajtam. Fogalmam sincs, mondja a következő srác. De ezt kell a sikerhez, ebben biztos vagyok. Következő. Tehát éreztem, hogy minden, ami történik, az a teremtőtől jön. Hiszen a teremtő így dolgozik rajtunk. Hogy készen álljunk, hogy minden alkalommal egyre többet adjunk föl magunkból, és hogy készen álljunk egy kapcsolatra a tízes körben. Hogy készen álljunk a tízes kör befolyását megkapni, és hogy belefoglalhatjuk magunkat ebbe a hatalmas erőbe. Az összes feltétel, amit Rabas leírt, hogy minden erőt meg kell adni a tízes körnek, hogy cselekedjenek rajtunk. El kell jutnunk ez az állapothoz, felülről érkezik, mert ezen kívül nincs mit tennünk. Amikor mi csalódunk a saját egoista erőinkben, és amikor valóban összekapcsolódunk, tehát az egész workshopon a barátok véleményt akarom megragadni. Nincs más rajta kívül, tehát nyilvánvalóan ő hajt végre minden cselekedetet. Az én teljes belső hozzáadásom az, hogy ebben az állapotban élek. Én készen állok, hogy embrió álljak. Én nem tudom, hogy hogyan kell tenni bármit, de mégis én akarom, hogy ti legyetek embriók, mert nem tudom, hogy kell érni ezt. Ez a példa, amit Rav adott nekünk, amikor azt mondjuk, hogy adjatok ti névnek $10,000, adtok vagy nem adtok, abban a pillanatban, amikor egyetértünk, hogy minden, amit a teremtő akar tőlünk, azt megtesszük, az azt jelenti, hogy ez jelenti az Ubar állapotot, és ez jelenti azt, hogy valóban dolgozni tudunk egymáson. Hogy egyetért csak minden ezzel, amilyen a teremtő keresztül visz engem, amit tesz velem, és hogy készen álljak magamra vonni az összes állapotot a tízes körért való munkában. Hogy valóban egyetért csak a teremtő cselekedeteivel. Ez azt jelenti, hogy az elején le kell várnom a saját kapnakarásomról, és hogy meg tudjam ragadni ezt minden lehetőséget, amit én kapok. Függetlenül minden személyes érzékeléstől, és minden cselekedet végre éppen megfelelődött állapotnak. Mert így fogjuk felfedezni a teremtőt és a teremtőtől áradó szeretetet. Nyilván a szeretet kérdezhet a tízes körben a szeretet áramlását. A totális lenullázódás. Hogy érezzük, folytassuk Rabas írásaival, amikor a felső magkutya ketteré válik az alsóban. Tehát ennek a cikknek nincs angol folytása, a felső magkutya ketteré válik az alsóban. כתבי רבה שכרך ג' עמוד 913 מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון הנה מבואר בכמה מקומות שנעשה כתר לתחתון מלכות דעליון נעשה כתר לתחתון ויש לשאול
Tehát feltetjük a kérdést, hogy a malkut az egy megszerzési edény, amire az alsó megszerez, és ez, amit én akarok érni, és a keter, az pedig az Ensof. De a keter de Asziát is Ensofnak nevezzük. Tehát hogyan mondhatjuk azt, hogy a malkut, amelyet edénynek nevezünk, hogyan illetjük ezt az Ensof nevével? Annak megfelelően el van magyarázva, a keter, a korona, Ensofnak nevezhető, az az adakozásnak, mivel az adakozásban semmilyen név nem tudja megkövetni egyik adakozót a másiktól. Minden csak is a megszerző szempontjából értelmezhető különbségként, annak megfelelően, hogy mit szerez meg a megszerző az Ensofból, és az összes változás valóban attól a képezésségtől függ, hogy az alsó mit ért el a változások értelmezésében, ezért mondva van, hogy az asszia világának adakozása szintén Ensofnak nevezhető. Az Ensof az a teremtés gondolata, ahol az ő neve valóban az, hogy előnyt akar adni a teremtménynek. Ezért az alsó szempontjából minden csak annak a képességét adja meg, hogy elérjen az alsó, és az, amit elér az alsó, az meg is változtatja. Ezért az adakozás az különböző névvel van illetve a megszerző szempontjából, aki csak megadott módon éri el ezt. Tehát ez az, ahogy az adakozó megnyilvánul, a fizikai nevekkel is illethetjük őt. Tehát mi a teremtőt a 6 gyógyítójának nevezzük, aki kivezeti a rabokat egy Jom Kipurkor, tehát a spiritualitásnak nevezhetjük. Tehát amikor az asszia állapotából adakozik, akkor az asziának nevezzük, stb. És amikor mondva van, hogy a felsőnek a malhutja, az keterré válik az alsóban, ez pontosan abból a szempontból illeti ezt, hogy mi okozza azt, hogy a felsőtől megszerezzen az alsó, azaz, ahogy mondva van, a resimók, amelyek az emlékpontok, amelyek az alsóban megnyilvánulnak, teszik az alsót az elérés alkalmassá, tehát a felsőnek a malhutja azt felébreszt egy igényt az alsóban, hogy az alsó valóban meg akarja kapni a bőségét az Ensofból, és a kapcsolat a felső és az alsó között is így van kiépítve, mert ez azt jelenti, hogy az alsónak megfelelő igényt kell támasztani, hogy a felső meg tudjon nyilván az ő irányába. Az alsó valóban az Ensofnak az érzékelés szűri meg önmagában. A Mahud Ensof okozza majd azt, hogy az alsó ennek megjelenjen a felsőtől való megszerzési vágya, és akkor az Ensofnak az érzékelése megszületik az alsóban, ami azt jelenti, hogy a takton az alsó az kiterjed az Ensof állapota felé, azaz az adakozó állapot felé, ahogy azt elmagyaráztuk az Zohárban. Tehát ne te teremted meg őket azáltal, hogy nevén nevezed őket. Tehát nyilván a levelek kommentárjában benne van, hogy amikor az alsónak szüksége van arra, hogy a teremtő kitöltse, akkor az alsó elérte az adakozásnak a szintjét is, azzal, hogy megkapja a felső bőséget tudatosan. Azonban ha a megszerző nem érzékel semmit az adakozóból, akkor hogyan tudnák formalizésre jutni, mert ez pont azt jelenti, hogy valóban a felsőnek a cselekedeteit kell megnyilvánítani az alsó, hogy az alsó megismeri a felsőt. Azaz, a fény magában, mondja Rav, azt nem érjük el, nem tudjuk, az mi. Nekünk nincsen kapcsolatunk ilyen módon a fénnyel. Tehát ez a forma, amin keresztül föltárolom és stabilizálja magát a kapnyakarását, ezen az erőn keresztül érzékeljük, érezzük, és ezen keresztül fogjuk megismerni a teremtőt is. Ezért nekünk mindig abban az állapotban kell maradnunk, hogy a cselekedetből ismerünk téged, Uram.
Hát ki az az ő, aki végrehajtja a cselekedetet? Hiszen ő ismeretlen, ismeretlen. Ami ismert róla, az a kapni akaráson való munkája. Világos? Igen. Na, akkor folytassuk. Négyes idézet, Bál HaSulamtól, az Iburnak, a fogantatásnak a fogalma. Az összes íz és tartalom a teremtő felé, aki valóban élvezi a munkánkat, és ilyen módon mi hozzá tudunk adni a teremtéshez azt a kérdést, hogy olyan akarok lenni, mint ő. Ez pedig hasonló a tanítvány és a tanár viszonyához, amikor a teljes szándék a tanárnak az, hogy valóban a tanárnak megadja az erőt, hogy olyan mint a tanár. És más tanítványokat is tudjon tanítani, hogy azok is olyan. És a teremtő az ugyanúgy erre van ráállítva, amikor a teremtés megjelent, annak egyetlen feladata volt, hogy olyan legyen, mint ő. És én mondom, a teljes ereje ennek a fejlődésnek az nem egy megújulás, hanem sokkal inkább egyfajta emuláció, és az emuláció minél jobban a természet erejét emulálja a teremtményben, ebben a mértékben fog a fejlődés szintje mérhetővé válni a teremtményben, tehát ebből tudjuk, hogy nekünk korrigálni kell önmagunkat, a létezésünket a valóságban, úgy, ahogy a természet meg feltárja nekünk ezt, és ez azt jelenti, hogy a teremtő nem tárja fel a teljes gondoskodását, hanem megmutatja, hogy az Úr keze rövid, de szükségszerűen azon a helyen jelenik meg, ahol a saját korrekcióval igény fölemelkedik, ahol képessé válunk arra, hogy kérjük a saját korrekciónkat, bár az Olám Samáti, a fogantatásnak és a születésnek a jelentése. Itt mondja, itt van egy hozzáadásunk, egy extránk, ami segít megérteni, amit olvastunk, hogy az a forma, ami a teremtő megjelenik az anyagban, ugyanis mindig egy kérdésforma nyilvánul meg felénk. Tehát bennünk felébreszt egy hiányt, egy vágyat, és akkor mi választ akarunk erre, ki akarjuk tölteni ezt a hiányt, és így ismerjük őt meg. Ez azt jelenti, hogy még a negatív formában, vagy látszott negatív formában, tehát úgy, hogy a gyerekek, nekünk egyszerűen stimulálnunk kell a helyzetet, hogy próbáljuk ezt, azt a csoporton belül, ugye nyilvánvalóan, és akkor így jutunk el a másik formába, a sötétségből a fénybe, tehát a hiányból valóban a teljességhez, és így jutunk el a teremtő cselekedetének a felismeréséhez. Tehát az ő munkája az egy tapasztalaton alapul, amit amikor mi készen állunk, felkészülünk az összes állapot elemzésére, hogy teljes mértékben fel tudjuk fedezni a cselekedeteink keresztül a formaegyezés lehetőségét vele. És ezáltal találhatjuk meg az ő különleges hozzánkállását, az ő szeretetét, a minden formán keresztül, amit mi megtanulunk. Kiterjeszthetjük mindazt, amit amit felkészített a számunkra, de a legfontosabb a szeretetnek a felfedezés, ami árad felőle. Mivel azt láthatjuk, hogy ő mennyire szenved, megszorította magát, tehát hogy mennyire oda teszi magát, hogy valóban önátadásban legyenek az erői, hogy ezáltal nekünk fel tudja tárni a valóságot, hogy tudatosan fejlődni tudjunk. Van erről kérdés? Kérdezél a New York? Kérdés New Yorkból? Tehát minden az én kapnakarásom. Hogyan lehetek abban biztos, hogy ez a teremtőből áradó cselekedet? Nem lesz benne biztos. Tehát neked tudod kell, hogy a teremtő az egyetlen, neked készen kell ad bármely próba felfedezni őt. Hogy őt felfedez, az azt jelenti,
hogy valóban elfogadott, hogy a teremtő kezében egy agyag vagy, amit ő alakít. Tehát az első szint, minden egyes szint eleje, az így kezdődik. Tehát mindig megjelenik a havaja, ami a sores 1, 2, 3-as, 4-es fázison keresztül fejlődik, és akkor a végén újra gyökér 1-es, 2-es, 3-as, 4-es fázis, magasabb fázis. Ez mindig így megy, minden egyes szinten. Tehát minden egyes szint a nulláról kezdődik. A zéró, a nulla az egy lenullázódás, ugye, hogy tanuljuk. Tehát azt kérdezed, hogy ismereted őt meg, lenullázod magad, vannak barátaid, meg vannak a helyek a lenullázódásra az életedben, a csoport, és ez elegendő ahhoz, hogy valóban be tudjak lépni az első spirituális szintre a lenullázódásban, és akkor ha meghallod, megcselekedheted. Ahogy mondja az írás. Jó, tehát ha nincs másik kérdés. Eran. Ugye Siovic. Ja, nem, rádió van a gyerek. Oké, tehát akkor... ha én vagyok, aki érzékel a cselekedetet, de akkor ki mondja, hogy az ő cselekedeteiből? Hát nyilván ő cselekszik az edényekem. De nem tudjuk, hogy ki. Tehát ahogy ő cselekszik, az maga a teremtő. És van egy primordiális, egy mindent megelőző útja és módja annak, ahogy feltárul az edény tulajdonképpen, az edény változásaiban a gyökérnek a működése. Tehát ezt nevezzük úgy, hogy az ő lényegisége, hiszen megnyilvánul felénk. Ő benne nincsen változás, egyáltalán nem változik semmi, a viszonya se felénk. Attól a pillanatok kezdve, amikor az ő lényegisége nyilvánvalóan eldöntött, hogy a teremtés célnak megfelelően létrehozza ezt a teremtést, és bennünket. Ez olyan, mint valaki házatépítés, és minden azzal kezdődik, hogy megtervezze a házat. Tehát ezt hívjuk a teremtő gondolatának, és akkor az hívjuk teremtőnek, abban az állapotban lesz a teremtőnek, amikor meglátjuk őt. Oké, na de ki emel mant? Kihez? A teremtőhöz. Hívd Abba Veimának. Ari Kampinnak. Mindegy. Tehát ezek a felső rendszernek az elemei, amelyek el vannak rendezve a számunkra. De ez elég is a számunkra. Van a felső erő, így van. Annak érdekében, hogy elérjem őt, értem, hogy tudjam őt, éreznek, hogy hogyan dolgozik rajtam, igen. Mi a probléma? A probléma az, hogy az én egóm az elrejti őt, ezért le kell nullázni az egómat, mintha nem is lenne ott, és akkor elkezdhetem érezni, hogy ahogyan cselekszik a teremtő rajtam. Te próbáljátok meg. Eltörítek az egótokat, és elkezdtek érezni, hogy ő hogyan cselekszik, hogyan mozgat benneteket a legkisebb részletekig, tehát a sejtekben, a csontjaitokban, a spiritualitásban, a vágyaitokban érezni fogjátok. Aztán majd látjátok, hogy semmilyen különbség közted meg a többiek között, egyetlen rendszer vagytok, mindenkit ugyanígy mozgat. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad megzavarni, nem szabad megzavarodni, tehát mindennel cselekedettel egyet kell érteni, mégpedig úgy, hogy aláveted magad. És akkor aktív partnerévé válsz a teremtőnek ezekben. Hát először nem. Oké, mondja a srác. Na de hogyan fogom én érezni? A vágyaimban fogsz mindent érezni. De először nem nullázódok, és utána érzek. Persze, neked le kell nullázod a vágyadat, semlegesítened kell, és nyilván a saját befolyásoló nullázod, mit jelent ez, hogy lenullázod? Erőt kapsz, amely segít a számodra, hogy ne a saját vágyad befolyása alatt legyél, hanem az övé alatt. Tehát érezned kell, hogy te ki vagy, a legmagasabb állapotban, nyilván, hogy ez egó velünk van, azt is kell érezned, hogy miben vagyunk szabadok, és miben nem. És nyilván a szolgaságot is érezni kell, de e felett érezni kell a magasabb szinteket.
Ez az előző állapot. Tehát olvas, Rabas írásaiból olvasunk. A cselekedetben ismerünk meg téged, Uram. 3-as kötet, olvassák a héber oldalszámot, nincs angol fordítás. Tehát a cselekedetben ismerünk meg téged, Uram. Ismert, hogy a teremtés célja az az volt, hogy előnyöket adjon a teremtményeinek. Az is ismert, hogy mi arról beszélünk, milyen mértékben árad mindenki felénk. Ő önmagában az érzékelhetetlen, hiszen meg kell, hogy értsük, hogy hogyan mondhatjuk azt, hogy a teremtés célja az volt, hogy előnyöket adjon a teremtményének, ha mi nem érhetjük el az ő gondolatait. Ahogy írva van, hogy az én gondolatai nem az ő gondolatai. Tehát azt kell, hogy mondjuk, tehát nekünk tudnunk kell a cselekedetnek a lényegét, tehát hogy a cselekedetek által ismerjük meg az ő gondolatait, és mivel a világ igazai kiérdemelték a jót és az örömet, ami tőle árad, ezeken a cselekedeteken keresztül megérthetjük, hogy ebből következik, hogy minden, amiről beszélünk, az kizárólag azon a helyen értelmezhető, ahol megvan a kapcsolat a teremtő és a teremtett lények között, és ilyen módon a teremtőben a cselekedete a teremtményben jelennek meg, és amennyire ez megérti, érzi a bölcsesség lényegét, és ez pedig a cselekedeten keresztül érthető meg, ahogy ez az egység dalában érzékelhető, hogy a cselekedetben is meg téged, Uram. Azaz, amikor a teremtő teremtmény nélkül nyilvánul meg, akkor nyilván nem tudunk beszélni a teremtővel egyáltalában, hiszen nincs érzékelésünk erről, és ennek megfelelően felkeltük a kérdést, hogy hogyan lehet kijelenteni, hogy a teremtés nem adott a teremtő számára semmit, akkor miért teremtette meg a teremtést, ha nincsen hozzáadás? Ez a kérdés, ez valóban, ez azt jelenti, hogy ha nincs, van igény a teremtőre, már az előtte megjelent, mielőtt a teremtés maga megjelent volna, tehát nekünk a teremtést megelőzően kell beszélnünk, tehát ez a kapcsolat a teremtő és a teremtett lény között, és a kapcsolatot megelőzően, ahogy leírtuk, semmilyen érzékelés nincs a teremtőről, tehát mi azt látjuk, hogy neki mi volt a szándék, és a bizonyítéka ennek, ami volt, hogy megadja az összes bőséget, hogy képesek legyünk a király ajándékait elfogadni, és hogy egyáltalán ne hibáztassuk az ajándékot, amit kapunk. Tehát a szégyen az ajándék felett nem kell, hogy megjelenjen, azért, mert az ember szándéka, az kizárólag a mennyek érdekében irányul, ezért, amikor valóban kap valamit az adakozótól, csak ezzel a szándékkal kaphatja, azaz az ember megkapja a király ajándékát, mivel azt érzi, hogy ez a teremtőnek a vágya, de nem a saját önzése érdekében teszi meg mindezt, és akkor ő kiérdemli, hogy megszerezze az összes jót és örömet, ami a teremtés gondjában bele van foglaltatva. És a magyarázat erre az, hogy az egész világ ki van töltve az ő dicsőségével, nincs üres terület, és nem azért érzi, mert az edények érzékelése hiányzik, hogy láthatjuk, hogy a megszerző minden hangot és fényt nem azért történik, mert a jelenség okozója hangot kelt, hanem azért, mert a hang létezik a világban, a teremtmény számára, ezért mi nem érezzük az a hangok igazi forrását, annak ellenére ezek léteznek. És azt is meg kell, hogy értsük, hogy nincsen üres terület a világban,
Ezért amire szükségünk van, az egyedül egy helyesen kiépített megszerző, aki összetapadásban és formázásban kapni akarásra. Az azományozni akarásra, bocsánat, és nekünk kell egy olyan eszköz, amin keresztül azonnal értjük, hogy nincs üres terület a teremtőben, hanem sokkal inkább az egész földet kitölti az ő dicsősége. Azaz, a formázásnak megfelelően elkezdik érezni a cselekvőerőt, rajtunk, nem másfajta módon, mint egy rádióhullám működik, tehát mi ugyanabban a hangon vagyunk kihangolva, egy rádióadót hallunk, és akkor a cselekedetben megismerünk téged, Uram. A teremtő megváltoztatott bennem dolgokat, és így tárom őt föl. Mivel ez évük borának, gyere is lássnak, mert ő teremtett engem, ő épít fel engem, ő nyilvánul meg bennem. Érthető? Hát minden világos mindenkinek, mondja Rav. Na most New Yorkot szóltuk, aztán a kokát. Na akkor most megint New York. Mi az a tízes körben való munkának az a lényege, amivel a lenullázás közelebb kerülhetünk? Amihez ez a döntéshez közelebb kerülhetünk. Hogy kezeld a többieket úgy, hogy a barátaid és a teremtő eszközei. Hozzá kell hasonlítanotok. Amilyen mértékben megérted a teremtő működését, annak megfelelően kell a barátokhoz fordulnod. Mit jelent az, hogy hasonlóvá válni? Én megteszem az erőfeszítéseket, mint egy kisgyerek. Hogy aki olyan akar lenni, mint az apja? Na de hogyan érted meg, hogy az apa micsoda? Megteszem, amit ő tesz. Tehát elmegyek az iskolába, az óvodába, szeretem, vagy nem szeretek. Megpróbálom formázást tenni a tanára. Tehát úgy cselekedni, hogy ő cselekszik, úgy beszélni, hogy ő beszél, minden cselekedetéhez tapadni. Tehát ugye a gyerek így tanul, az ember így tanul. Tehát a cselekedetben is vagyunk meg téged. Tehát itt van egy természetes irányultság a teremtőnek a munkájára, és ezt olyan módon lehet megragadni. Tehát röviden, úgy kezded a csoportot, mintha jön a teremtő. Mit jelent ez? Hogy nekem, én vagyok a felelős, hogy eljussanak a teremtés végéig, tehát hogy megkapjanak mindent az Enszof fényétől, amíg ebben a világban vannak. És belépek az ő edényeikbe, a teremtés céljának a feltárása érdekében, hogy segítsem őt ebben, még hogyha fel is adott mindent az ember, tehát mindent, ami a saját előnyét szolgálta volna. És nyilván szenvedünk, tehát az embernek szenvednie kell a tízes körben lévő barátainak a problémái miatt. Legyetek olyan, mint az Isten, mondja Rab. Tehát, hát hogy érjük el a szibóra első állapot? Tehát nyilvánvalóan ez egy kicsiny szintje a valóság spiritás értelmezésének. Tehát nekem azt kell akarni, hogy én Tehát még egy spermacsepp vagyok, így épülök be az anyamébe. Tehát van egy külső erő, amely cselekszik, és hiszen a teremtő valóban kívül van rajtunk, és így kell ezt megérteni. Tehát a csoport irányában mind a spermacsepp vizsgálódom, teljes egészében le vagyok nullázva. Nincsen vágyam, nincs gondolatom, nincs személyes tervem. Kivéve egy dologra, hogy bele legyek foglaltatva a csoportba. Az összes értelmemmel ehhez megadjam a többieknek, amire szükségünk van. Ez jelenti az, hogy embrió vagyok. New York. A cselekedetei. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy mindig jól értelmezem a teremtő cselekedetét. Honnan tudhatom, hogy egyáltalán elindult-e az az egész? Meg kell próbálnunk
olyan cselekedetben lenni, ami felé vezet bennünket, és ezen a módon elérjük az ő értelmét, az ő gondolatait. Tehát a cselekedeteikből ismerlek meg, ismerd az ő értelmét, így működik. Tehát, de a mi világunkban hogy kezdődik minden, amikor elkezdünk valamit építeni? Tehát először a gyerekek szétszednek valamit, majd ő összerakják. Ezáltal tanulják meg, hogy milyen értelem rakta össze azt a dolgot, amit őnek is össze kell újra rakni. És ebből elérésbe kerülnek. Ezért fontosabb ez a játék bárminál, mert különben nem érnének el semmit. Tehát nyilvánvalóan ez egy konstrukciót igénylő dolog, ami először egy törést hordoz, majd pedig összerakja a dolgokat. Tehát magából a törésből tanuljuk meg, hogy hogyan kell valamit egybe rakni. Ez a játék, mondja Rav, ez az előnyök fejlesztése a saját magunk számára, meg a teremtő számára. Nessi. Hagyjad már ennek a szegénynek egy mikrofont. Mondva van, hogy a csegedős meg téged, Uram, tehát a kérdésem az, hogy ez a fajta ismeret a maximális szint, amit elértek, vagy van valami... Nem, a 125 szinten, minden szinten kell ezt megérteni. De mit jelent az, hogy ismerem meg az Uradat? Mit jelent az? Az, hogy eléred az ő cselekvő elméjét, amely a szintet megteremtette, amely törött formában jelent meg a te számodra, így jutsz el egy állapotba, a törött formából pedig eléred őt. Nincs más mód. Oké, tehát akkor itt mindig arról van szó, hogy cselekedetben ismerünk meg téged, Uram, ez a maximális megismerési lehetőség? A teremtő megismerés mi más lehetne? Hát, hogy olyan vagyok, mint ő, és úgy cselekszem, mint ő. De hát ez a végeredmény, persze. Tehát, hogy tudnál hasonlóvá, nem tudod, hogy ő mi? Tehát annak érdekel, hogy megismerd őt, össze kell vele tapadod. Ugyanezen a ponton kell végig gondolni, mi történik. Ezt nevezzük úgy, hogy tehát, hogy a fiút a saját útja szerint kell tanítani. Mi azáltal, hogy megismerem, hogy mindent ő csinál, ismerem meg, hogy ő hogyan cselekszik, és nincs rá sajta kívül. Erre irányult a kérdés, hogy hogyan kapcsolom össze a két dolgot. Tehát, ha be akarok lépni az íbor általában, ez nem a saját íborom, hanem valahogy ő jut bele a íbor állapotba, nem. Belépek a csoportba, mint egy embrió, és akkor több cselekedet hajtok végre. Belépek a kapnakarásomba, a cél irányába, belépek a lenullázódásba, az árvodba, és viszem magammal mindent ebben az értelemben. A lenullázódás, mondja Rav, az nem azt jelenti, nem csak semmit. Én valóban akarok, mint egy embrió. Mi az embrió? Hogy melyek aludni? Vagy mi az embrió? Oké, na de én azt mondtam, hogy be kell lépnem az íbor állapotba, az azt jelenti, hogy én képes vagyok mindent megkülönböztetni. Hát én mindent, ami túl van az egón, tehát nekem így kell asszisztálni ez, hogyha én passzív vagyok csak, akkor halott vagyok. Tehát hogy vagyok képes akkor lenullázódni? Tehát nekem aktív módon kell cselekednem, különben nem leszek képes fejlődni. Tehát oké, na de a hiány az adakozásra azt jelenti, hogy nekem olyan kell válni, mint a teremtő, nem? Hát nekünk az adakozásra nem kell haladni, tehát nyilván ez a Martikunt jelenti. Tehát mi arról az állapotról beszélünk, amit el akarok érni. Tehát a teremtő cselekedeit magamra kell vonni,
Én teszek mindent, adakozom, és támogatást adok, szerzek. Tehát én önmagában el kell érnem a teremtésnek a végső célját. Tehát én nem válhatok semlegessé abban az értelemben, amíg nem értem meg, hogy miért csinálom mindezt. Tehát én magamat nullázom le a teremtő cselekedeteknek az irányába, és ezen túlmenően elmegyek az orvoshoz, minden, ami le van írva, minden lehetségessé válik. Az embrió állapot nem azt jelenti, hogy fekszek a földön, mint egy kő. Oké, na akkor mit jelent az pontosan? Mit is adok föl ilyen értelemben? Az, hogy kritika nélkül a teremtő felé tudok fordulni, hogy teljes egészében bele akarok foglaltatni magam az ő cselekedeteibe. De a mi oldalunkra a cselekedet az folyamatosan azt jelenti, hogy imád tehát nekem teljes egészében le kell nullázódnom a felső irányába, és meg kell értsem, hogy az embrió az minden egyes szinten meg kell, hogy szülessem. Tehát mondjuk én a százalék szinten vagyok, akkor embriót kell kialakítanom, tehát le kell nulláznom magam, annyira, hogy annak érdekében, hogy igazi embrió lehessek. Oké, na de ezen... Tehát akkor a tízes körnek a mannyára a teremtő ad egyfajta választ, ugye? De akkor hol jön az egyéni man? Nincs egyéni man. Tehát a tízes körben be vagy foglaltatva, akkor elveszted magad bennük a tízes körben. Tehát amit együtt emelünk föl, az a man, az egyéni man, az nem jelent kapcsolatot a teremtővel. Az egyéni man mindig egoista. Tök mindegy, hogy részletében, hogy meg hát hogyan lehetne egyéni man, ahol nem adod fel magad. Oké, tehát az ibor állapot, a megtermékelt állapot, ugye valójában a tízes kör a közös ibor, ugye? Így van, egyszerre kell belépni a zsinagógába. És mi van az, hogy még nincs ott senki, a teremtő már ott van. Ez azt jelenti, hogy nincs még tízes kör ott, de a teremtő már ott van. Oké, de akkor kiderül, hogy az egyetlen követelés, amit fel tudunk emelni, az a, hogy az embernek legyen ereje. Oké, tehát én meg akarok tenni mindent, mondjad meg, hogy mit kell tennem. Én mindent meg akarok tenni, de amit meg tudok tenni a saját nevemben, mert én... Biztos, hogy összes dolog kapna a karást, de mondjátok meg, hogy mit kell tennem, hiszen senki nem tesz igazából semmit. Mégis megteszek mindent, annak legyen, amit, hagyom, hogy megtegyenek rajtam, bocsánat, hiszen ez a hű szolgává válásnak az a titka. Oké, mondja, amit. A kérés. Az embernek önmaga irányába jelenik meg, vagy a felső irányába, hogy le tudja magát nullázni. Tehát miért kell imádkozni a barátok számára? A csoportban kell imádkozod, a csoportér, hogy képes legyél belefoglaltatva a csoportba magad, és ha értük imádkozol, akkor az ő vágyukat kéred, hogy beteljesedjen. Tehát anélkül, hogy bele legyél foglalkozott velük, nem tudod magad lenullázni. Tehát nélkülük lehetetlen legyen az embrió szintjét, és ilyen módon neked mivel nincs egyéni embrió, nélkülük nem lesz embrió, tehát másképp nem működik. A spiritualitásban semmi nincs, amit az ember magának tudod dönteni, akiben nem spiritualitás. Ha te
ha magadra gondolsz, nem érsz el semmit. Az már nem spiritualitás. Oké, nem is azt kérdezem, hogy lehet ezt elérni, hanem hogy lehet azt, hogy az én vágyam tökéletes legyen nullázódva a felső irányába. Ha te felismered ezt, akkor már valóban megvan a csoportba való integrációra a vágyad. Oké, tehát azok a gondolatok. Hogyha az embernek nem vannak ezek a gondolatai, akkor ő viszonylag tiszta és világos. Hát akkor lenne lehet magad a csoport irányba, az lehet, tehát én az embereim között lakozom. Oké, na de ez még mindig előnyösebb, hogyha a barátra gondolok és neki kérek. Igen. De ez a lényeg, hogy nem kérj magadnak. Ez az embrió állapot minimális formája. Bála Szilámtól az ötös idézet a beszéd a Zohár befejezés alkalmából. A bölcseink magyarázták azt a verset, hogy tapadjatok hozzá, amely a teremtő minőséghez való tapadás jelenti, ha ő kegyelmes, nektek is annak kell lenni. Tehát ez nem a szó szerinti jelentés, ennek éppen ellenkezőleg. Ők a szöveget azonban sokan megyarázzák a szó szerinti jelentésnek, mert a spitális dvekut az kizárólag a formájézésre megfelelően magyarázható, ezért a formájézés kialakítása a teremtő minőségeivel nélkülözhetetlen, így tudunk hozzá tapadni, különben le vagyunk róla válva, és ezért mondjuk azt, hogyha ő kegyelmes, más szóval, minden cselekedete az adakozásra irányul, és mások előnyére, és egyáltalán nem irányul a saját előnyömre, és ilyen módon szerezzük meg, és ilyen módon minden cselekedetünk adakozás és a mások előnyére irányuló cselekedet. Ilyen módon formájézésbe kerülünk a teremtőnek a minőségeivel. És ez egy spirituális összetapadás. És van ennek a szívben és az értelemben való állapota. A tórában és a parancsolatokban foglalkozás, az alkotás érdekében, hogy ez formalizés jelent az értelemben. Ez azért van, hogy mert a teremtő az nem gondol magára egyáltalán, hiszen ő mindig a teremtésével szemben egy különleges kétség nélküli állapotban van. Ehhez hasonló, amikor el akarjuk kérni a formaegyezést, akkor nem szabad arra dologra gondolni, ami miatt ezt el akarjuk kérni. Tehát nyilván a teremtő se gondol erre, ezért nincs nagyobb formaeltérés, mint ez, hogyha az ember erre gondolna. Ezért mindenki, aki ezen a módon gondol a teremtőre, az természetes módon is válik tőle, és soha nem fogja elérni a formaegyezést, ha magát a formaegyezés célját teszi maga elé. Ez az, amit a bölcsek mondanak, hogy minden cselekedetednek a teremtő felé kell irányulni, semmi másra. Azaz, a teremtő dvekutra nem kell tenned semmit, ami nem a dvekutot promótálja, támogatja. Ez azt jelenti, hogy minden cselekedet az a körülöttünk lévő emberek támogatását kell, hogy szolgálja, és ezzel egyből elérjük a formalizést ezen keresztül a teremtővel, hiszen az adakozás szentségében lehetünk a mások előnyét szolgálva, tehát az, hogy minden cselekedet, az valóban csak adakozás és a mások előnyére való szolgálat, és ez a tökéletes dvekut, összetapadás. Tehát cselekedet hajtunk végre mások irányába, úgy, hogy a teremtő. A szándék a cselekedet mögött, hogy ezen keresztül örömet adjak neki, úgy, ahogy ő ad nekem. Ez a formaegyezés. Ezáltal pedig elérjük az összetapadást. Tehát a cselekedet által ítéld meg, Uram, hogy az én vágyam az ő vágya,
A tízes külföldi adakozás, tehát mindezek a dolgok, ezek nagyon azonos szinten mozognak. Semmi új nincs ebben. Nagyon sokféle módon megnyilvánul ez. Egyfelől, másfelől meg egyszerű. Tehát a házigazda el van rejtve. Egy olyan mértében dolgozik rajtunk, a cselekedeteit feltárja felénk, hogy valóban képesek legyünk közelebb kerülni, hozzá formálisba kerülni. Na, Amnon kérdez, aki a teremben van ezek szerint. Az ego az, ami motivál bennünket. Mi nem tudunk tenni semmit a többiekért, hanem használjuk az egónkat. Na, de hogy tenni dolgozni, nem lenne egót? Hát ezt kérdezem. Hát mindig, hogy lehet mindig állandóan nullában tartani az egókat? Hát de mindig az ego veled van. Azért, hogy élj, hogy létezz, hogy megérts, hogy magát a létezést fenntartsd. Hát hogyan lehetne, hogyha nem lenne egód? Az ego tart életben. Oké, na, de akkor hogyan tudom lenullázni? Nem nullázzuk le. Nem az egót nullázod le. Az ego ott marad, magadat nullázod le. Az ego egészségesen növekszik. Nem öljük meg a fáraót, mondja Rav, hanem fölé akarunk emelkedni. Emelkedj fölé. Ha te a kapni akarás fölé emelkedsz, akkor a kapni akarás értelmében... Hát ki tudja, hogy kell adakozni, ha hallod, amit mondok? Szeretem, ha megértenetek, hogy mit történik veletek. Tehát minden nap kell dolgozni, nem lehet egyetlen napot csak pihenni. Hát nézzétek meg, amin keresztül mentek. Nézzétek meg, két napja hiába voltunk ünnep, volt szombat, meg vasárnap. Hogyha én, nekem nem lenne az egóm, hiszen azt mondják, hogy aki nagyobb a barátjának, a szándékos nagyobb, tehát nekem arra van szükségem, hogy ezt a hatalmas gonosz hajlamot meg tudjam ragadni, magammal vonszolni, ezt a darabot elvinni belőle, és az alkodás felé tudjam fordítani. A kapni akarás, az megmarad, tehát a bal vonal megmarad, csak nekem a jobb vonal adakozásra kell használnom, tehát a kettő között vagyok. Mind a két világban létezem. De az ember hogyan tud adakozni, hogyha van az ego? Az ego kapnak rá, hogyan tud adakozni? A felette. Tehát mondjuk, tehát mondtam egy példát, mondjuk a 10 dollár az jó példa. Tehát van 10 dollárom. De a teremtő tudja ezt, ugye? És azt mondja, hogyha nekem akarsz kedvezni, adod a mitnek. Na, mi történne? Hogyan adakoznék nívnek, ha nem lenne az egóm? Tehát... odaadnám ezt is neki a végén, ugye? A könyvet is, mindent. De nyilván az egoista vágyamnak az intenzitása, annak a megtartása, hogy mi hogyan működik. Tehát nagyon sok dolgot jelenthet ez tulajdonképpen. De az adakozásnak fölötte kell lenni a megszerzésnek. Különben nem tudnék a visszavert fény elérése érdekében az edényre szűrőt lenni, ha nem lenne egó, nem is léteznénk. A kapnak rá egó nélkül nincs ilyen dolog. Hát még kéne a megszólítás, mit szólítok meg? Oké, na akkor mitől is függ ez? A felső erőtől, a fénytől, amit felülről kapok, amely segít nekem a saját egómon túllépni, de az egót nem ütöm agyon. Tehát a 10.000 dollárt azt odaadom névnek, mert a teremtő fontosabb, mint az, hogy birtokoljam. Különben ez nem adakozás. Akkor? Ülsz és vársz, amíg az egó megszűnik. Valójában, ha ezt a dolgot akarod magad elérteni, még egostább vagy. Oké.
Először jön a szándék megszerzése, aztán jön az adakozás. Úgy beszélsz, mint egy haszid. Eltereljük az egót, Rav mutatja, hogy hogy lebegünk a föld felett. Mit kérdezte még egyszer? Hogyha a szándékunk meg kell előzze az adakozást, tehát a szándék az adakozás az első? Hát persze, hát ez mind felkészülésre szükség van, különben honnan lenne erőd az adakozáshoz? Tehát mielőtt te megkapod az adakozás erejét, neked meg kell szeretned, hogy akarod ezt az egészet, vágyat. Ugye? Ha neked valóban 10.000 dollárod, ez mindened, ami van, és azt mondja, hogy adod a Nívnek. Én megteszem. Mondod magadnak. Majd? Megkapod az előtőjét, és tud adni. És mi történik ugyanabban a pillanatban? Mi történik, miután átadtad? Ha odaadtam? Szenvedsz, mondja Rav. Tehát, amikor valamit adnom kell, akkor én már sajnálom. Ó, miért adtam oda? Mi a következő? Fogalmam nincs, mondjam. Hát a teremtő hagyta neked a csekedet végrehajtani. Nyilvánvalóan ezt megelőzve meg kell szeretni az adakozás elét, különben nem lesz spirituális az a cselekedet. És akkor örökké megszerző maradná. Tehát van, az egód megnő egy picit, odaadta 10.000 dollárt, akkor azt mondjuk 50.000 dollárt. És akkor azt mondják, hogy ez pedig, de nem tudom kinek, mert ez egy jó fiú. Mondom, ad Jakokának. Nivas jó fickó volt, őt kapott 10.000-et, neki vagy 20.000-et. Vagy 15.000-et, odaadsz, vagy 50.000 dollárt, mert a lényegtelen. Mit fogsz tenni? A spiritálisban állandóan önátadás van, az ego pedig növekszik. Oké? A legfontosabb, hogy érezzétek, hogy először élvezhet kell az 50.000 dollárt, hogy meg tud tőle szakadni. New York. Egy különleges üzenet van olasz barátoktól. Giuseppe Constantino-nak kaptunk egy üzenetet. Drága barátaim, a Teremtő gondoskodik rólunk, az összes vágyunkat tőle kapjuk, semmi nem történik, ami nem az ő akarata. Gyakran keserűséget érzek, de ez is ő. Ő dolgozik az edényeinken, mi együtt vagyunk, a könyvekkel, Rabbal, ő gondoskodik rólunk, mint hogy nekünk kell másra gondoskodni, és így kell készen állnunk arra, hogy megkapjuk a király ajándékát, Lehány Family. Tehát nem szeretném elveszteni a lehetőséget, hogy legalább egy kicsit beszéljek a felkészülésről a ma estére. Tehát a hajfej csoporttal kezdtük, ők aktívan részt vettek, aztán a hetes Izraelből, aztán Zaporozhetszből, Ukrajnából, akit nem is ismertünk, és Olaszország természetesen, aztán a Közép-Kelet, tehát nyilvánvalóan egy komoly felkészülés. Valóban mindegy, hol voltunk, milyen időzónában voltunk, felkészülünk, és valamint reméljük, hogy ezt az életet tudjátok adni a mai Leckém Lehány csoport. Menjünk át a lecke következő részére, de előtte nyomjunk egy dalt. Lo khashu me ein banu er tzomotza
זה מרגיש כמו שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.